Show. Csináljuk azt, hogy mindenkinek legyen ideje lenyugodni. Igen, másik programot keresni, eltekerni, kocsiba szállni, kiüríteni a lakást. Figyeljetek, mert azon az új Pákó lemezzel, hogy eddig megszoktuk már, hogy mulatos sztárként ugye remek volt a fiú, az Adide a Didit kezdetű népszerű világslágerrel. Utána csinált egy olyan lemezt, vagy dalt a Pákó, ahol saját nótát énekelt a fiú. Ami meglepően igényes a sikerül. Hát igen, nem miatta mondjuk, de ez mindegy. És most pedig elérkezett a pillanat, amikor hazánk nagy klasszikusait vette elő, ez egy feldolgozás lemez. Nagyon durva, csak néhány év. Edda, Ákos, Neoton, Republik. Ladány Bene 27. Na most, hogy ebből mi lesz? Én eleve nem értem, hogy a jogtulajdonosok tényleg hogy mehettek bele, hogy Pákó feldolgozza az ő dalukat. Ez egy nagy, nagy kérdés. Meg mondom, hát... neked nem kell engedélyt kérni. Ha nem változtatsz azt hiszem a dalon, akkor te ezt előadhatod. Hát, ha te most akarsz Edda dalt kiadni, akkor ha ugyanazt az alapot ugyanazzal a dallammal elénekled, akkor nem kell engedélyezni. Hát vagy a másik variáció az pedig az, hogy úgy énekli és úgy adja elő ezeket a dalokat a Pákó, hogy senki nem ismer rá az eredetire bennük. Aha, tehát hogy annyira új megközelítés. Bele is hallgatunk egybe, ígérem, hogy nagyon rövid lesz, mert mi se bírjuk annyira. És néha ébred reggelenket, tudtuk, hogy vár rá a szerelem. Ilyenek voltunk, vadok és jó. Te ezt hol a fürdőszobában vette föl? Én a stúdió. A WC-n rögzítette? Azt mondja a Laci, hogy ezt a WC-n vette föl. Egyje, amit itt hagyjuk, a indulni a kell. A indulni kell. Jó, szerintem pont elég, köszönjük szépen, de én azt hittem, hogy ez már kész lemez, tehát hogy van zenei alap hozzá, van minden, és ehhez képest, hogy a WC-n ő elénekli az Ákos dalát, azért ez még nem album. Hát szerintem már ez album kész így. Nem lesz jobb. Itt van velünk a világ legboldogabb embere, hogy szoktuk volt mondani, Fekete Pákó! Baoni! 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 Jani! Baoni! Pákókám, yeah. Drága, hát hogy vagy? Hogy vagy, apa? Abszolút jó vagyok, minden remekul nálam. Dolgozok ezerre, új lemezen készülök lassan, és szeretnék kiadni is. És abszolút nem panaszkodok. Figyelj, mielőtt elkezdenénk a lemezről beszélni, van egy elvaratlan szál a te életedben, ez a házasság, hogy én abban elmaradtam, de lehet, hogy egyedül vagyok, hogy ugye volt egy lánykérés Erdélyben, ahol téged puskával kergettek és medvével. És komondorokkal. És komondorokkal, mert a leendő apósod nem nagyon örült ennek a dolognak. Aztán nem hívtál meg bennünket az esküvőre, de te magad se voltál kint, ugye? Vagy sikerült? Nem. Abszolút nem sikerült, nem tudtuk kimenni Nigériába, pedig nagyon szerettem volna. És az volt az egyetlen akadály, apósom annak idején nem egyezett bele, hogy túl korán elvenni a lányát felé. Feleségül. Tehát, hogy járjatok együtt még egy darabig. De ez a túl korán, ez mit jelentett, hogy még fiatal volt a házassághoz, tehát ez a 38 év, ez még kicsit korai, úgy érzi? Nem úgy, teljesen más látás. És együtt vagytok még? Igen. És azóta se enyhült meg? Tessék? Az apósod azóta se enyhült meg, illetve hát az idézőjeles apósod? Igen, nem. Apósom teljesen egy jó szívú ember, megmondom szintén, nincsen semmi bajom, jó szívú ember. Most akkor jó láttam az egész annak idején, hogy inkább ne házasodjunk ilyen hamar. Jó, az egy éve volt, apa, amikor erről beszéltünk, hogy te házasodni akarsz, tehát hamarnak nem érzem a dolgot. Jó, mindegy, meghívót kapunk-e, ha lesz lakodalom? Én mondjuk nem érek rá akkor, de... És csak jelzem, együtt leszünk Ferivel. Nem, Feri, te fogsz gitározni. Új, de szép lesz. Figyelj. Na jó van, beszéljünk erről az új... Pákó, beszéljünk erről az új albumról. Az első, ami megfogalmazódik, mert itt a Facebook oldaladon már van fent egy-két zenei részlet, az Ákos dalba hallgattunk mi bele az előbb. Az első kérdés, ami megfogalmazódik, hogy mered venni a bátorságot ezekhez a dalokhoz?
Hát fél. Én szeretem Ákos, én imádom a zenéje. Aha. Ákos, ez nagyon-nagyon jó zenész. És minden zenét szeretem, szoktam hallgatni is, és a pont azért is énekeltem Ákos dalai, mert imádom, szeretem. Szeretem az ember, szeretem a személyiségét, a munkásságát, minden imádom, úgy, ahogy van. És érted, imádom a szövegeket is. Persze. Előtted, nem titok, hogy nem voltunk angyalok, és úgy, mint a nem fájna semmi. Gyönyörű volt, Pákó, hidd el, elég volt egyszer meghallgatni. Figyelj, engedélyt kellett kérned az előadóktól, mert itt az egy elég komoly sor van, hogy Edda, Republik, Ákos, Zanzibár, Ladány, Bene, Neoton. Őket mindet egyesével végighívtad, és miután ugye többször letették a telefon, mert egy szavadat se értették, akkor megadták az engedélyt arra, hogy te énekelheted ezt a dalt, vagy nem kellett engedélyt kérni? Hát mindenféle engedélyt kéne kérni, ugye a zenei jogi szempontjából ne legyen jogi vita, én mindenki meg... Itt vagytok még? Persze, figyelünk, csak próbáljuk értelmezni azt, amit mondasz. Igen, szóval kértem engedélyt, és a jelenleg az a tárgyalás alatt állok, hogy a engedélyt megkapom meg, és ezeket a dalokat felkerül a lemezre, mert ezeket a dalokat, amit elnekedtem, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem, hogy felkerül a lemezre, mert imádni váló dalok. Aha. Tehát, hogyha jól értjük a szavaidat, akkor igen, még senki nem mondott, de tárgyalás alatt állsz jelenleg mindenkivel. Igen, de a Zanzibár mondta, imádja, azt mondta, mehet a dolog, hogy a Rita. Zanzibár mondta, én rájöttem. Zanzibár mondta, Zanzibár volt nekem, mi sem bajom vele, de csak a Eda, még Ákosnak van még problémám ezzel a dalokat, hogy felkerül a lemezre. De nagyon-nagyon szeret, hogy felkerül, és tudjátok mi? Ekkorát fog robbani, hogy mindenki hallani fogja. Az biztos. Az biztos, még a Monisó is. Most mutattad kézzel, hogy ekkorát fog robbani, vagy csak szimplán letoltad a gatyát? Minden fogtok hallani. Lesz lemezben mutató koncert, Pákó? Igen, persze. Na jó, van, akkor két dolgunk van még a jövőben, ha meg lesz a Lagzi, akkor várjuk a meghívót, Balázs ráér, csak mondom, és a lemezbemutatón is ő ott tud lenni. És te fogsz gitározni fel. Mindenféleképp, ha Jani dobol. Igen, nem, ezt kecsani fel. Abszolút. Vigyázz magadra, Pákó. Hollywoodok ruhába égettem magam. Nagyon égettem magad. Jávon, terepszínű világba fetunó vagyok. Tudom. És a nem való cápa áldozott rovába, és felfal a fenébe, mi legyen valamelyik edélyen orokos napsütésben szirén énekelmen elkápítok. Hoppá! Valahol egész délen szerelem tengerében én is megforognék, elkápítok. Pákó, nagyon ügyes a cápa. Tehát nem kápa, cápa. Nem kápa, hanem cápa. Tehát a C az nálunk az a C. Tudom. A nyerengnek kápája van, az óceánnak meg cápája. Köszönjük, Pákó, vigyázz magadra! Bauni! Itt van még. Letette. Hölgyeim és uraim, ez történt a Morning Show-ban. Nem haragszottok a tegnapi tűzijátékért? Jaj, neked köszönhetjük. Nem volt baj, hogy egy kicsit ott a rakparton megzavartam. Semmi gond. Hát te írtad, hogy a hadosságokat is bemondtad. Ez annyira, hogy tényleg menő, meg elegáns. Meg, én megmondom őszintén, hogy annyira imponáló az, hogy ennyire örültetek, hogy végre átfutott rajtatok a rotak. Vagy még gyorsan egy tűzijátékot. Gyerekek, mégis csak 5,5 éves lett a Benny, azért ezt meg kell ünnepelni. Uh-huh. Nem mindig 5,5 éves az ember. Picit lezárattuk a budai alsó rakpartot, és volt egy ilyen 4-4,5 perces brutó
tűzijáték, de nem volt baj belőle. Nem, sőt, hát egész Észak-Budai és mi Észak-Pest is, tehát a 13. kerület is egy öntetűen néztük a dolgot, és nagyon köszönjük. Nem vagyok tűzijátékirigy egyébként. Nem vagyok tűzijátékirigy. Nehéz megoldani, mondjuk másként. Hogy csinálja? Aki egyszer csak azt mondta, hogy akkor legyen egy tűzijáték a budai alsó rakparton, és lezárat, tehát akkor azt egy tűzijátékot lezáratod az alsó rakparton? Állítólag bejelentési kötelezettség van, tehát ha te akarsz így évközben egy tűzijátékozást, és ez olyan helyen volt, hogy azt mondta a rendőrség, hogy akkor picit lezárjuk a rakpartot. De várjál, tehát hogy ilyen létezik, tehát erre engedélyt adhatnak, hogy egy nagyvárosnak, egy fővárosnak a közlekedését 5-10 percre megakasszák egyébként egy tök forgalmas szakaszon, csak azért, mert valaki, hogy hívják, gyere szívem, megvan egy meglepetésem, megyünk ki az erkélyre. Igen. Nézd meg először a kis magabakot ott áll lent, a Porsche-t is, aztán csinálok neked egy tűzjátékot. Nem, azt hiszem, hogy... Fogd meg a korlátot, megint ráállom. Örüljük együtt. Nézd, milyen szép lett ez. Lesz meg a görög tűz. Egyszer vagy 70 éve. Nem. Egyszer vagy 70 éve. Mert ez a reális. Egyszer vagy 70 éve. A kazak konzul, azt hiszem, ő ünnepelte a születésnapját, és akkor neki egy kis private születésnapi partin rendeztek. Kazak konzul. Rendeztek egy szülinapi kis tűzijátékot. És kumisszal kocintottak. És akkor a lezárás az csak konzuli szinten től fölfelé jár. Tehát ha te jelented be, hogy akarsz valamit, az utcátokban mondjuk. Hogy itt én vagyok a lőrinci konzul. Elnézést, konzul! Azért telefonok, mert... Jó, de most érted, a Jani mire kérjen engedélyt? Hogy vett a szülinapi bulira, mit tudom, de most fél tartós tejet, érted, és meg akarja inni az utcájában, és ez némi hangzavarra jár. Valami tiszteletbeli konzul, és akkor ott volt valami tűzijáték, azt olvasta. De elviekben akkor én is lezállhatnám mondjuk a Déva utcának egy szakaszát, na, náluk, ez az. Vagy, nem? De, és mit csinálná rajta? Két torta gyertya ég. Igen, tényleg. Gyűjtenek két te a mécsest egy a virágnak. Egy fáradt pukkaldás. Ez figyeld virág, nem tudom, 84-es, de hát, ha még működik. Ócsó volt, kölyök, persze, és akkor tudod így... Na jó, van, megyünk haza. Megérte lezáratni. Hát látod, ilyenek történnek, hogy csinálsz. De hogy ezek a privát szülinapi bulik, ezek azért nagyon nem mennek már, mint ilyen tűzijáték szempontja. Nem látok naponta lezárásokat, hogy valaki ott lövöldözzön a gyerekének tűzijátékkal. Ennek viszonylag sokan örülnek, szerintem. Ugye? Hogy ez nem feltétlen baj egyébként. De tiszteletbeli konzul, de már ennyire ünnepelnek? Hát ez csak szerint hány éves lesz? Nem egy névleges titulus, tiszteletbeli. Azért, mert sokat tett az országért, itt él, ezért gondolom kinevezték. Engem. Mr. Borát. Haza. Na jó, van. Kazak konzul azt direkt tavaly lőtt a várból. Gyerekek, ezek már tényleg azt csinálják. Kizi játékot rendeznek, akik lövöldöznek ránk a várból. Hát ezek a konzulok. Én is konzul akarok lenni. Hát én most... De melyik országot választod? Minek akarsz a tiszteletbeli konzulja lenni? Nekem adjanak. Hát ezek szerint Kazaksztánnak. Hát érted. Én a kazak konzul. Én most komolyan fölmegyek a Wikipédia-re, és megnézem, hogy mi van annak az országnak, ami ennyire kell nekünk. Nincs. Tavaly meg lövöldözött? Tavaly lövöldözött, igen. Tavaly lövöldözött. Hát kicsit kiállt a halászbácsára lövöldözni. De jövőre mi lesz? Hajócsata a Dunán? A Kossuth tér magasságán? És lőtt valakire, lőtt, vagy csak fölfelé? A várból. Azt nem, de nyilván nem valakire. De egyébként a magyar ember milyen most, egy kicsit csapogunk, de sok téma van, hogy meg tudunk beszélni. Mátyás király. Igen, kicsit tényleg csak. Nem voltam egy napig ilyenkor, tudjátok, hogy tele vagyok téma. Mit akartok hallani? Melyik témát akarjátok? Nem, inkább most mesélj Kempelen farkas. Egy jó rádiós műsorvezető szívja magába a témákat. Én olyan vagyok, mint egy kiszáradt szivacs. Megyek az utcán, és szívom magamba a témákat. Szívom magam. Elvittem a Mátyás templomba egy koncertre a Benit. Egy komoly zenei koncertre, nagyon szereti a komoly zenét. Most lefagytatok, én meg most a komoly zenei koncertre. Most egy olyat húztam 19-re, hogy hirtelen megfagytatok. Azért... Mátyás templom, komoly zenei koncert, és én most megfagytatok, látom. Ezt most nem tudjátok hova tenni. Azt eddig is tudtam, hogy azért szeretsz vakítani, de hogy játszóháznak használjátok a nagy boldogasszony templomot. A Virtuóz Kamara zenekar játszott, és Mátyás templom fönt a várban. Tényleg virtuózok, vagy csak nem ismerik a partitúrát? Figyelj, én egy oszlop mögött ültem, mert túlbecsületes voltam, és nem láttam semmit, csak ültem, viszont az orrora nagyon szépen szól.
De hogy van az, hogy a magyar ember mi nem jut el odáig, hogy megtanulja egyébként kikapcsolni a mobiltelefonját? Képzeld el, hogy arról szól a dolog, hogy megszólaltatják a Mátyás templomban a nagy orgonát. Egyébként besírsz olyan gyönyörű gyerekkel, ott ültünk, meséltem neki. Na, nagyon szép volt. Tehát beszélgettetek a koncert alatt. Mi finoman, de súsz, mi direkt a szélére ültünk, és a Beni állandóan kérdezett, hogy ez mi, az mi, hol az orgona, ki az a néni, aki kornyikál, miért jangon énekel, hogy szól az orgona, miért itt nyomkodja a bácsi, és az ott szól. Szárcsa! Motobrácsa! Ja, bocsánat. Nem, parasztok voltunk, csak komoly zenei koncertre mentünk. Nem. Megszólal azonosíthatatlan helyen valakinek a mobiltelefonja. De mi? Úgy, hogy nem tudod, mert ugye a Mátyás templomnak olyan az akusztika, egyébként nem tudod, hogy honnan jön. Aha, ezért ő se vette észre, hogy az övé szól. Aha. Szól a mobiltelefon egy ideig, és látod, hogy már mindenki nagyon kellemetlenül fészkelődik. Én mondom, én oszlop mögött ültem, én nem láttam, hogy kinek szól. Majd azt hallom, hogy egyszer csak beélesedik a mobiltelefonnak a csöngése, tehát arra gyanakszol, hogy valaki elővette a zsebéből. És valaki azt mondja, nem most szent atyám. Na de várjál. És itt mi történik? Arra számítasz, hogy nyom egy gombot a telefonján, és a telefon elhallgat, ugye? Aha. Nem. Dermed csend, néni éppen nyom, nagyon, nagyon árjázik. Pici szünet. Mit csinál az ember? Sanyi, halló! Halló! Hát én nem hittem el. És azért, mert valószínűleg hangos volt a zene, ez a barom elkezdett üvölteni. Halló! Koncerten vagyok, most ne hívjál! Ez! És el... Koncerten vagyok! Nem! Koncerten! Nem ez radiátorok! Nem! A régi öntöteket szedjétek le! De tényleg csak azt vártad, hogy azt mondja a Pali, hogy mondjad nyugodtan, tökig van az aksi. Óriási! Konkrétan mondom, mondd te, barom, mondd, hogy tökig van az aksi. Annyira Magyarország. És nem hitted el. És már a gyerek is, hogy apuci mobil, mondom, igen, hát ne törődj vele, hát ezt ilyenkor kiszokták nyomni. Halló! Nem, ezt már nem kell légteleníteni! Nem? Mi? És elmagyarázta a paraszt, hogy ő egyébként komoly zenei koncerten van a Mátyás templomban, ott vagy megszakadt, vagy megbökte a felesége, vagy nem volt térerő, letette, nem hallottam, hogy ért véget, mert ott erősödött egyébként az orgona játék, és mire újra elhalkult, addigra elhallgatott. Hogy ezt értitek? Leteszem, mert csörög az anyósoma. Micsoda? El akar hagyni? Adod neki rendesen, tudod? Te tényleg vártál egy ilyen beszélgetést? Emberünk elkezdett a mobiltelefonon hangos. Nem az van, hogy zavarban vagy, kinyomod. Hát persze, azt se tudod, hova dugd el a kezdet. A szék alá, és tényleg mindenki szépen fölöltöző, ott ülnek, és a hülye elkezd beszélni. És elkezdi megmagyarázni a hívónak. Nyilván lehet, hogy fontos volt, és a gyereke volt bajban, nem tudom. Akkor menjen ki. Igen, mondja azt, hogy ezért, hogy várjál, kimegyek, mert itt nagy a zaj. Kornyikával a hülye pina, hát nem hagyja abba a rohadt életbe, akkor kimegyek. Hát hogy lehet valaki ekkora tuska? Értitek? És így azt láttad, hogy helyette érzi magát mindenki nagyon kellemetlenül, közben egyébként arról szól a dolog, hogy miközben megy az orgonajáték, nem tudom, hogy ki, hát vannak bűneim, nem tudom, hogy ki, egy hölgy kijött középre, és ő egyébként ott élőben énekel. Aha. De nagyon szépen énekel, és hát az akusztikával az egész Mátyás templomban hallod. És amikor ő megköszöni az orgonistának, meghajol, és utána látod, hogy ő is keresi a tekintetével, hogy te büdös bunkó, hol vagy, megöllek. Tehát körülbelül ez volt, hogy úristen, és úgy jött ki a nő, hogy érezted, hogy szegény. Hát neki ott volt az az este nagy műve. Hát, a legszebb az, amikor a zenekar ilyen teljes hangerőben játszik, akkor veszed föl, ugye nyilván elkezdesz ordítani, hiszen hangos a zene, majd a zenekar kiáll, és te pedig folytatod az ordítást. Igen. Hogy ez valami elképesztő. Na mindegy, szóval, hogy... És a rossz álló pillantásokat vetettél, te is rá vagy? Én nem láttam, hogy ki volt, én sokan nem is hallották, tehát ott nem, mert én az oszlopot néztem, mi beültünk egy oszlop, én nem láttam semmit. Én ezt az egészet végighallgattam. Benni néha megkérdezi, apa, miért egy oszlop mellett ülünk? Mondom, apád egy lúzer, mert ide vett jegyet, ne törődj vele, nézd az oszlopot. Apa, miért fordítva a kezedbe a program füzet? Ja! Na mind, bocs. Várjál, akkor mi most háttal vagyunk az oltárnak? Apa, de ide minek 3D-sze meg? Ja, ez nem az. Nyilván, igen. Nem, csak el akartam mesélni, hogy egyszerűen komolyan mondom. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ez külföldön megy-e meg. Nem tudom, hogy ott az embereket megtanítják, megtanulják, öröklődik, átadják. De hogy a magyar tudod kulturálódni akar, és azt hiszed, hogy oda azért olyan megy el, aki tényleg nem fehér zoknit vesz fel a fekete nadrághoz. Tehát már azért úgy tudja, hogy azért...
és még mindig elkezdünk mobiltelefonálni. Ez külföldön is megvan. Ez pont külföldön a, igen, is van. Egy évvel ezelőtt járt a körbe a világháló, talán Bécs, Operaház, nem vagyok benne biztos, nagy klasszikus zenei koncert, és ott is elkezdett csörögni a telefon, és a karmester marha jó fej volt, mert leintette az egész zenekart, odafordult, és majd vegye fel nyugodtan. Ja, tudom, tudom. Van volt egy hegedű művész, nem tudom, aki belerakta a játékába, és válaszolt a csengésre. Igen. És az mind külföld. Az is külföld, meg ez a leállítás, és majd beszélje meg nyugodtan, mi ráérünk. Elfelejtett kikapcsolni, az szerintem nem gond, mert az bárkivel megtörtént, nem nézel oda rutinszerűen, nem vagy lehalkítva, de az, hogy nem riadtan kinyomod, hanem effektíve elkezdesz kommunikálni, hogy haló! És beleordítasz, hogy haló, ahhoz szerintem végtelenül prostónak kell lenni. Tehát, hogy az... Na mindegy. Hát ilyen dolgok történnek. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Jaj, gyerekek, lomtalanítás indul nálunk, képzeljétek az el. Az a legjobb. Óriási a lomtalanítás, imádom. Autók jönnek, mennek. Ránézésre azért, akik ezekben az autóban ülnek, azért nagyon bezárom a kaput, és nagyon vigyázok sokszor, gyerekek. Megállítanak, jönnek, mennek, benéznek, bekukkantanak. Én nem tudom, hogy tudom megvédeni a birtokot, de még nem indult el a lomtalanítás, és már ott vannak. És azt nem értem, és azon gondolkozom mindig, hogyha csak egy napot cikázom egy olyan kocsival, amivel ők mennek, 100 liter benya. Uh-huh. Hogy éri meg egyébként ez nekik, hogy folyamatosan jönnek? Úgyhogy gázos. Hogy éri meg? Ráadásul közben nálunk nagyon megindult ez a gyere be hozzám, én kirakom, amin van, és eladom neked című garázsvásár jellegű dolog. Az jó. Az is jó. Tehát, hogy nem kidobod a cuccodat, hanem felajánlod neki megvételre? Igen. És a kettő korrekt? Nálunk most együtt megy. Milyen szépen fogod ezt, felajánlod neki megvételre. Igen, hát hogy tehát majd? Garázsvásár és közben lomtalanítás. Uh-huh. Lomtalanítás és egy kis garázsvásár. Nem jó, hogyha a kettőt együtt csinálod, mert félt vannak félreértések. Meg bejön, megfogja, elviszi. Nem, ez garázsvásár. Az a kupac a lomtalanítás. Ez itt vásár. Mit itt csináljak, ha én akarok egy garázsvásárt csinálni? Nekem ez tetszik, megmondom őszintén. Én most ezen nagyon gondolkozom. Van egy csomó kidobandó dolgunk. Mit ne csinálj? Nem, hogy kell elindítani egy olyan garázsvásárt? Akkor a gyereket ne hagyd a babakocsiban, amit meg akarsz szabad. Meghirdetem, hogy Baliéknál garázsvásár, gyertek hozzám szombaton 2-től, megterítek, kirakom a portékát, beárazom és elkezdek árulni. Így van, a legfőbb fegyvered a marketing. Tehát csak úgy csinálj garázsvásárt, hogy szólsz a vásárlóknak, hogy jöjjenek. Tehát ezt ki kell nekem cetliznem a környéken, hogy Baliéknál garázsvásár? Meghirdeted interneten, te nem hirdeted Facebookon, mert nem vagy, de hát valahogy szólni kell, mert te kirakod egyébként bent a kapun belül, ugye igen? Az a különbség, ha kirakod, akkor lomtalanítás. Akkor lomi, ha belül vagy, akkor garázsvásár. Így van. És hogy érem el, hogyha kinyitom a kaput, és én garázsvásárt csinálok, tényleg ne az legyen. Gyere már, miért nem fogd ezt azt a tényleg? Nézd már, ez már nem... Hát az garázsvásár, ne vigyétek már, gyere már! És már rakják fel a Lada Nivára, és már viszik el. Az a csepegtetős kocsolórendszer, leszedjétek föl, basz! Ne, az a kerti bútor, ne vigyétek már. Hallod, gyep tégla. Hogy kell egy ilyet megcsinálni? Hát nagyon gondolkozom, mert nekem ebben tetszik ez a közösségi élmény. Ezt én nagyon bírom. Az utcátok fekvéséből kifolyólag, szerintem nagyon fontos, hogy csináltassál egy nagy, szerintem egyébként faros lemezből kell, mert abból a legegyszerűbb, abból, hogy hívják, amit tudom, egy fűrészsel, és te magad egy lomfűrészsel ki tudsz vágni egy nyilat. Igen, hogy Baliéknál garázsvásár. Lehozod az emeletről az egyik szobainasodat, szépen, hogy rákötözöd a nyilat, és a nyírra pedig egy karácsonyfa fűzért, egy ilyen világító fűzért, egy színeset ráraksz. Hát, igen, az lenne a legmenőbb. De tényleg, és akkor szépen is garázsvásár itt. Mit árulhatok ezen a garázsváron? Bármit. Bármit. Kokszot, fegyvert, csajot. A megunt lányokat kifekteted. Tehát, és azt én árazom be, hogy az mennyibe kerül. Tehát én nekem van egy rejtő, mit tudom én, kötetem, több is, egy rejtő sorozatom, nekem az nem kell, mert mindenki elolvassa, beárazom, hogy 600 forint, és kirakom? És kirakod, uh-huh. Ennyi. Aha. Ennyi, sőt, föl se kell nagyon cetlizned, az a szabályzat, tehát elég, ha te mondod, miután van érdeklődő. De ez mondjuk veszélyesebb, ha nincs rajta cetli, mert akkor a bejövő lom is az tényleg azt hiheti, hogy ezt te már ki akarod dobni. Tehát kis papírt fecnik egy gyártasz, és ráragasztod, hogy 200, 500, 600 forint. De alkudozni azt lehet. Lehet, persze. Az lehet, és hogyha nem akarod
mondod. Nem akarsz egész nap ott állni mellette, akkor szerintem egy török büféből szerezzél valakit, aki jobban érted. Nekem ez nagyon tetszik. Akkor sok ilyen csinálják, és látom, hogy emberek átmennek egyik kertből a másikba, ott beszélgetnek egymással, megnézik a portékát, kivarakva két ilyen fáradt váza, amit a három darab könyv, meg egy régi perzsaszőnyeg. Bocsi, átugrik, megkérdezi tőled, Balázs, kell még ez a kamera Hungáriadé? Nem, mit, csak nyugodtan tudom, hogy neked mi. 500 forint? Tudok egy jó gravírozót. Igen, kirakok négy sztori díjat. Most én nyilván nem erre gondolok, de egy csomó mindent én sajnálok kidobni. Most ugye lakásfelújítás volt, és egy csomó minden olyan dolog, mint olyan asztal, amit nem tudod, tudnád kinek adni, csak ő nem tudja elvinni, meghirdeted, eladni nem akarod, már odaadtad mindenkinek, aki rászorul, de mégis sajnálom kirakni a lomtalanításra. A korintoszi márvány vízköp oroszlánod. nálunk nagyon sok felszégen, felszedem a kararai márványnál. És kirakom, hogy vigyétek. Igaz, a rohadt nagy mészköp, meg az USA Igen, és a vízköpő fiú az biztos, hogy nagyon menne. De nem, hogy átjön a szomszéd kicsit, ott főzök egy teát, megbeszéljük a világ nagy dolgait, és közben csinálok egy garázsvásárt hétvégére. Nagyon jó. Uh-huh. És ez, hogy így barátkozol, és ez nagyon jó. Ugye? Tehát, hogy tea van hozzá. Figyelj, ez full extra. Csinálok egy bögretéstás sütit, és átjönnek meg egy zacskós levet, egy kenyérkockával. Jó, de az csak annak van. Süti csak annak van, aki vásárol. Ha vásárolsz, viszel sütit. Ha nem vásárolsz, nem nyúk a piszka. Hát mondjuk ismeretes sütit, de ha nem válaszol, vagy nem vásárolsz semmit, akkor kell vinned sütit. Csak akkor mindent megösszük. Nem ettél még az én bögretészem. Hogy küldjem el a lomizókat? Menjetek a jó. Így ebben ne gyertek a rohadt életbe, ez nem lomi, ez garázsvásár. Nem. Mert nálom most együtt van a kettő. Az nem jó. Nem akarom, hogy ott közben ők oda, hogy félreértsék ezt a dolgot. Akarok egy jól megszervezett garázsvásárt hétvégére. Jövő hétvégére tűztem ki a dátumot. Nagyon jó dolgokat tudok adni. Nagyon jó dolgokat. De csak egyet mondja, amitől meg akar szabadulni. Van például egy nem használt íróasztalunk. Aha. Igen. Nem használjuk. Hát azt nem biztos, hogy elviszik, de azt biztos megkérdezik. Most mi baj, hogy miért nem vinnék? Hát elnézést, a brácsa mibe fáj? Gitár az nem brácsa, az... Basszus, ott van egy hangfalam, az kineted! Egy nagyon nem használt... Egy erősítő. Egy régóta nem használt Marshall hangfal, szeretném valaki, szeretné odaadni, ráadásul egy erősítő is. Kirakom a teleszkópot, hát szeretnék a garázsvásárt. Megy elég ott nálad Paksi Endre, és megkérdezi, hogy Balázs, a Marshall... Mit kóstál, érted? Az a baj, hogy a teleszkópodat például, a távcsövedet nem tudod eladni, mert az drága, sok pénz. Azt nem is akarom. Lenne lávevő mondjuk, de ugye nagyon vigyázz, hogy túl ne fuss a 600 ezer forintot. Mert akkor visszanav. Visszanav. 6 kiló számíthatok én a garázsvásáron egyébként navosokra? Szerintem igen. De nem kell számlát adnom 600 ezer alatt. Nem kell számlát adnom, viszont odajön és azt mondja, hogy ez mennyi, az mennyi, az mennyi, és közben látod, hogy kis számítógépen összeadja, vagy számológépen. Hogy járnak a navosok párban? Hát, garázsvásárra lehet. Gyerekkel. Áruhában jönnek majd hozzám a garázsvására gyerekkel? Simán lehet. Kamuvatta cukorral? Simán lehet. Igen? Hogy szúrom ki őket? Jönnek? Hát, jönnek. Biztos az egyik, biztos Marika. Csaptolnak, igen. Ne nyújjál semmihez, kezedre csapol, megint tisztamasszat az arcod. Na mindent, jóval. Jó napot kívánok, itt van a garázsvásár. És beöltöztetett, navos van kisgyereknek öltöztetve, vagy vagyok, igazi kisgyerek biztos van? Vagyok benne. Ne, hát a kis emberek be vannak öltöztetve. Kisfiam, kisfiam, nem vagy az apám, reggel együtt kezdtük a műszakot. Tehát, de 600 ezer vagy 650 ezer, igen, jó vagyok. 600-ig, de vezetned kell egy... papíron, hogy mit adtál el. De mi van akkor, hogyha 600-nál bezárod a boltot, és azt mondod, hogy oké, ez a garázsvásár most bezárt, igen? Fél óra mennyi volt egy másik. Nem teheted meg, mert éves 600. Ja, éves. Aha, nem egy alkalmas 600. És lehet, hogy jönnek, hogy be van-e kötve a pénztárgépem, és mondom, nézd meg, abakusszal számolok, és egy 220-as hosszabbítót bevezetek valahol át, hogy ne lenne. Ha hogy ne lenne, az abakuszon be van kötve. Ezt szerintem elég nehéz leellenőrizni, hogy most az 600-on most belül van. Ezen gondolkozom. Garázs vásár az utcába, megcsinálom. Na jóban vagyok a szomszédokban. Na, tényleg. Nem kell engedély, saját telked van. Ja, nem azért, hogy lefújják a garázsvásárt, hanem hogy ott tényleg sütök valamit, és akkor ott lesz egy ilyen bali garázsvásár. Amúgy se telek, Feri, az uradalom. Igaz, hogy bírtok. Megnyitom szépen a garázsvásárt, csak ez most nálam egy nagy dilemma, hogy leválasztani szerintem a lomizókat. Jó.
a vásárlókra. Én várnék egy hetet, amíg várja lefut. Meg, amíg lemegy. Igen. Meg keveredés lesz. Tehát azt persze. fogja hinni a Lomics, hogy ezt neki tetted ki. Igen, és ők elég fogtok, könnyen hiszik ezt. Igen, ott fogod szánalmasan rángatni ide-oda. Figyelj, én, és nekik van, mindenhez van szemük. Én emlékszem, ugye régebben úgy csináltam, most már teljesen másképp, most már aznap készítem ki, amikor elviszik, tehát hogy én előre nem rakok ki semmit, mert nem szeretem, hogyha vércsapnak körülöttünk. Régebben viszont mindig gyönyörűen kikészítettem mindent. És nekik annyira szemük volt a dologhoz, hogy nyitva maradt például a garázskapu, ő lenézett már a garázsba, és így mondta neki, ott volt kirakva, mint tudom én, egy ilyen olajkályha. És akkor vártam, hogy elviszi az olajkályhát, nem, ő jobbra fordult, és az az alumínium teljes kanna ott lent a garázsban. Az viszont érdekel. Az viszont érdekelne, tudod? Csobó mindent ki tudok egyébként már rakni. Most hétvégén kitakarítottam a garázst, és ilyen dolgokat találtam, hogy régóta nem használt ventilátor. Kicsi a asztali igen, ventilátor. Attila hármas koporsója. Hihetetlenül nálunk van a torinói lepel. Hát gondoltam azt is, van, azt is kirakom. Olyan futó bicikli, amit a Benny használ, de már egy kicsit rozsdás, és nem várjuk meg, amíg a Noelnek lesz, hanem valakinek olcsón, én azt oda tudnám adni, de nem akarok rajta sokat nyerészkedni. 20-25 ezerért azt a futó biciklit már el is viheted egyébként. Sztorikat mondjál. 25 ezer a hagyjál már a garázs nem akarok vásárba. Nagyon nyerészkedni, semmi, 30-32-ért az a futó bicikli a tiéd lehet. De ahogy is, mit tudom, fut régi futó bicikli 500 forintért, és kirakom. De na, ne, de 500. Hát én nem akarok rajta nyerészkedni, kicsit több. Segíteni akarok. De ne, meg eleve mindegyikhez valami sztorit mondjál, valami, hát, tudom, nézzék ezt a fa futó biciklit, ezzel menekült annak idején a nyaktiló alól, Maximilian Robespierre. Igen. Tehát, valami legyen mellé. Régi járólapokat találtam, benzines kannák, ilyen 50 literes benzines de kannák. De van is benne, gondolom. Valami lötyög benne, megmagyarázhatatlan dolgok lötyögnek benne. Járólapokat azért ne szedjél fel, az direkt van, akkor hogy ne legyen saros a láb. Ne, ez jó dolog, meg akarom csinálni, mondom, egész íróasztal, jól működő asztali lámpa, ami nem kell, de nem akarom eladni. Gyerek íróasztal, vagy felnőtt? Hát felnőtt, normális az íróasztal. Régi lejárt színház. Gyerek íróasztal nekem felnőtt. Régi lejárt színház egyeket találtam, azt nem mentünk el, megtaláltam, nem tudom, hogy került a garázsba. Te voltál ilyen garázsvásárló, Júli? Hát én Vekerlén lakom, és ott nem kis-kis üzemben nyomják ezt, hanem ott rendesen térképpel egy nagy napon összeszervezik az összes garázsvásárost, van 15 állomás, és akkor ott egy udvarba becsődül mondjuk 10-15 család, és mindenki kirakja a cuccait, de úgy, hogy előtte ezt hetekkel... Ja, hogy más családok is jöhetnének persze, hozzám? Persze, tehát ez nem úgy így van, tehát hogy ott akkor mondjuk tényleg a szomszéd vagy a kocsik. nem lomok, mindenki tényleg, tehát ezek nem olyan dolgok, amiket ki akarsz dobni, és most keresel rajta, ezek jó dolgok, ezek jó cuccok, pénzére van egy-két jó dolog, de én nem akarom drágán adni. Mi például 30-valahány ezer forintot adtunk el úgy, vagy 30 egy csomó pénzt kerestünk úgy, hogy olyan dolgokat adtunk el, amikkel a gyerekek már jó ideje nem játszanak. Tehát tényleg csak teszegettem, toszogattam ide-oda. De például úgy néz ki, hogy most fogom eladni a 40 négyzetméter visszamaradt bambuszparkettát is, amit szintén kiraktam, és megmaradt építkezésből. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot tudsz még pénzét tenni. Még egy burkolt hirdetést esetleg elnyomsz. Valakinek kell a bambuszparketta. De ezt úgy csinálják egyébként, hogy hetekkel előtte meghirdetik, és egyébként már van Facebook csoport erre, meg külön oldal, meg minden, tehát hogyha ezekre rá vagy állva, akkor megtalálod a módját. És akkor a többi szomszéd is áthozza hozzá a cuccát, ott nálam van az igen, egész? Tehát vannak pontok, pontosan tudják, hogy hol volt például, melyek voltak azok az utcák, ahol vannak ilyen nagy mondjuk garázsbeállók, ahova több ember is össze tud gyűlni. És akkor mindenki előtte pár héttel már elkezdi összeszedni a cuccait, ezeket előre feltöltik például Facebookra, tehát hogy aki jön vásárolni, az pontosan tudja, hogy melyik utcában kell keresse mondjuk a Hot Wheels-es, nem tudom milyen pályát, vagy az akár, bocsánat, nem reklám, de hogy a bármit, és akkor oda megy célirányosan azokat keresi. De úgyis lehet, hogy csak végigjárja a területeket, és akkor vásárolgat. A gyerekjáték megy egyébként a legjobban. A gyerekjátékok jól mennek. Igen. Meg egy 5000 forint értékben vett, anno ennyiért vett, 5000 forint értékben vett gyerekjátékot, te most mennyiért tudsz eladni? Hát attól függ, milyen állapotban jó van. Állapotban. Ezer? Jó állapot. Nem. 2-3. Na, az már jó. De te lóvét akarsz keresni, hallom a hangon, hogy neked kicsit a... Hát miért neked, te nem? Nekem inkább a közösség, hogy sütizünk ott, teázunk. Aha. Hát sütizünk és teázunk, és rengeteg pálinka fogy emellett. Tehát egyébként tök jó hangulat van. Kezdjél és például kell. Egy csomó, tehát nekem például van egy csomó újságom. Én mindenkinek adtam egy újságot ajándékba. Nálam ez volt a marketing fogás. És így nem kellett kidobnom a szelektívbe, hanem valaki örült neki. Mindenki kitesz egy ilyen kis tányérkát, ami mondjuk van süti, akkor azt osztogatja. Van, aki kitesz ilyen, nem tudom, kinder figurákat, és akkor azokat osztogatja ajándékba. Tehát mindenki úgy érzi, hogy ő itt ajándékba is kapott valamit. Tehát tök jó hangulata van az egésznek.
És akkor kiteszed a biciklit, és akkor a gyerek megy vele. Na, az nem eladom. Kört. Aha. Na jó, az én a bringákat nem adom. És kipróbálja, megy az alkudozás, oda-vissza. De most, ha én kirakom, mint lomtantás, az ki az? Most az állami? Már nem vihetik nem? Hát úgy az állami, hogy gyakorlatilag bárki. Várj, lomtantásra nem szabad garázsvásárt. De nem szabad. Azt nem, az nem, a lomtantás nem én szervezem. Tehát lomtantás borsod, akkor várja meg, míg lemegy a lomtantás. Így van, legalább egy hét különbséggel. Bár igen. Nálunk egyébként megjelent az előző brigád, akik volontalanításon. Beállok három ladanyívával oda hozzám, azért az... Meg a Balázs garázsvásárát az inkább security biztosítom. Tudod? És ilyen mindenfelé jön a hol van a Balázs garázsvására? Kövesd a Maseratikat. Persze. És kindál két Cayenne, egy biturbo Porsche, egy Aston Martin. Nálunk megjelent ugyanaz a társaság, akik egyébként egy héttel korábban lomizni voltak, és így járták végig az utcákat, és néztek ki, és így néha végignéztek, régiség van. Hát, ez mondom, nincsen. Nincs. De fizetni már nem nagyon akartak érteni. Bambusz parkettára van jelent. Ajaj, és azt mondom. Már elment a bambusz parkettára. Figyelj, csináltak egyet közösen. Keresek egy nagy garást, és akkor mit tudom, gombosék, hogy hívják, a bocskorék, a nálási paliék, doszpoték, érted? Lenne egy ilyen hírességek garázsvásár, és tudod, ki mit raknak ki? Mit a ördögnóriék, ördögnóri kiraknál régi miniét, amit már nem használ, az 500-as kicsit. Igen. Tudod, egy Volvo... Doszpatúr, ebbe az acskóba ugye liszt van? Valami régi cucc lett. A garázsban találtuk, de tegye vissza inkább, mert nem jó, nem jó. Tényleg lehetne csinálni egy nagy közös garázsvásárt, és jöhetne hozzánk mindenki. És ami nagyon jó, hogy nem kell mindent kiraknod, hanem az a legegyszerűbb. Hát minden nem raknék ki azért, igen. Ne, az a legegyszerűbb, ha lefotózod. Viki, van még benne valami? Már csak a két gyerek. Lefotózod, és kiteszel mondjuk egy fotóalbumot, amit átnézhetnek. Tehát, hogyha például az íróasztalt nem kell kitedd, hát minek cipelnéd ide-oda a mosógépet. Csinál valaki fotóalbumot? Persze, tehát, hogy vannak fotóalbumok, vagy ki vannak függesztve. Ami bent van a lakásban? Akár, kicsit átlapozod, és már mész is. Igen, de hát, ha betörő vagyok, elmegyek, végignézem a fotóalbumot, és másnap betörök. Nem, lefotózod a gardrób szekrényt, hogyha el akarod adni. Nyilván nem teszed ki a garázsvásárban a garázsba. Hát de ezt mondom, hogy betörőként végignézem a fotóalbumot, aztán bemegyek Balázs, hozzád. Balázs, kicsi képeket csinálj. Miért a kicsi képen nem látszik, hogy egy rohadt nagy velencei tükör van benne nálatok, ami nem akarsz. Szóval ott azért voltak fotóalbumok is, meg mi egyéb. Ki lehetett próbálni, lehetett enni, inni, úgyhogy ezeknek iszonyú jó hangulatuk van. Na jó, erősen gondolkozom, hogy kellene egy ilyet csinálni. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy amikor lomtalanítás van, hogy küzdötök egyébként a lomisok ellen. Ugye ez most egy nagy harc, hogyha kirakod a sütőt, akkor ne vegyék el azonnal, és közben ne is késeljenek meg. Tehát a kettő legalább úgy történjen, hogy mikor mész visszafelé a lakásba. Mi történik, hogy történik, ki mit talált már lomtalanításnál, mert azért Jani is nagy guberáló, tehát azért tudjuk, hogy azért te úgy rakod ki, hogy rá is ülsz egyébként. Mit ad érte? Kicsit árulod is egyébként a lomis utcát. Hogy megy, illetve hát milyen finom, jó, kellemes dolgokat lehet találni lomtalanításnál, ha az ember megy és nézelődik. Az íróasztalod és a futóbicikli is elkelt a parketta mellett, mehetünk tovább. Na, nem kell ide, nem kell ide ez egy virtuális garázsvásár. Igen, vegyétek úgy, hogy leütve. Egészen pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Lomtalanításról beszélgetünk, ugye elindult a szezon, mindenki mindenhol lomtalanít, és hát gyerekek, nem egyszerű megbirkózni a lomizókkal, ugye, és hát vannak praktikák, hogy mit tudsz csinálni. Arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak, hogy ők mit tapasztaltak különböző lomtalanításokor, illetve garázsvásárkor. A bidét nem mond, az már nekem kell madárfürdetőnek a kertbe. Madárfürdető, meglátod a bidémet, zuhanyozni akarsz benne. Bidét nem akarok kirakni egyébként. Arról beszélgetünk, hogy garázsvásárt szeretnék csinálni, és mi kell ehhez. De jól éreztem én, olvastam talán tavaly vagy tavaly előtt, hogy van ennek a hulladéktörvénynek már egy új szabályozása, és ugye én kérdeztem, de hogy ez tényleg lopásnak számít már, ugyanis nem teheted ki. Uh-huh. Illetve pontosabban kiteheted, de nem viheted el, és nem értékesítheted azért, aki begyűjti. Tehát már nem az van, hogy te elmiheted. Magyarul az nyugodtan. Az állami tulajdonképpen, vagy azon cégi, aki ugye hát ezt összegyűjti. Nincs már olyan, hogy ő odajön és elviszi. Mit csinálnak? Ravaszék, ajándékozási szerződést iratnak alá. Nem, hát viszem ki a használt cuccokat, amit ki akarok dobni, de. És jön a csávó, hogy ezt itt írja már ezt alá. Ezt írj már alá gyorsan. Ravkorsak, minden új törvényre van egy újabb ötlet, igen. Hát nem, ő nem vihetné el egyébként, pontosan ezért találták ki, ugye, hogy ne lehessen ebből meggazdagodni. Jó napot kívánok, hadd mutassam be az ügyvédem. Bizony, de nagyon szép dolgok egyébként.
Úgyhogy nem lehet. Jogilag tulajdonképpen te már ugye lopsz, ha te elviszed azt, amit én kirakok. Nem egyébként megmondom nektek őszintén, nekem ezzel semmi bajom, ugyanis ami történik, már hogy ilyet... Már lopással? Nem, hanem hogy tehát azzal, hogy ezt próbálják megállítani, érted? Hogy próbálják megállítani, mert az, ami mondjuk a 13. kerületben van lomizáskor, hogy kiteszik a dolgokat az emberek, hogy a közterület összegyűjtse, vagy az FKF, vagy nem tudom, kigyűjti, és nem tudsz napokig úgy menni az utcán, hogy ne hányd össze magad, mert a tahója, érted, szétdobálja, szétszedi, szétveri, széttépi és szétdobál mindent. Tehát én azt mondom egyébként, hogy ez egy tök logikus döntés volt. És kár, hogy a régi jó dolgokból nem maradt. Annak idején nálunk ilyen nem volt. Ilyen nem volt a falunk. A kardlabozás és a csendőrgumiból. Azt te is szereted most. Inkább szemben. Igen. Na, van egy hallgatónk, aki érdekes dolgokat talált a garázsvásáron. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló, Kriszta! Na, te voltál garázsvásáron? Ez nem garázsvásár, hanem lomtalanítás. Lomtalanítás, mit találtál? Igen, régen sokat jártam így lomtalanításokra, ilyen régi képkereteket keresgéltem, és egyszer Budán, későn értem oda már este egy ilyen hatalmas halomhoz, ahol természetesen már ott állt mellette az ember, és hát azért én keresgéltem tovább, és találtam egy ilyen szép kis csuprot. És akkor így nézegettem, nem is értettem, hogy miért nem választotta már ki, és miért nem rakta félre, hogy ugye pénzbe kerül, és egyszer csak így odaszól nekem a Muki, hogy így, hát ez a halott, mondom, és így micsoda, mondja, hogy halott, mondom, de mi? Hát fordítsd meg, és akkor megfordítottam. Halott, azt mondta halott. Igen, és megfordítottam, és egy urna volt, hát, és benne voltak a hamvak. Oh. Valaki megunta nagyit. Igen, és így kirakta a kellett a hely a fikusznak. Nagyikám, nagyon szerettelek, nagyon sokáig voltál itt, de most vettünk két új orhidát, úgyhogy kirakunk. És kirakták úgyhogy a lomtanításra? Igen, igen, és még az ember sem mert hozzá nyúlni, és nem rakta ki, pedig elég szép csupor volt. De milyen szeme volt, hogy ő tudta, hogy hálott. Jó szemük van hozzá egyébként, nagyon igen. Tudják, hogy mi az, ami érték, te nem nyúlnál oda soha, de tudják, ő kiszúrja, de hogy az... sajnos azért, tehát hogy szerencsére vannak hiányosságaik, tehát én volt már olyan, amikor nagyon jó ütleteket csináltam velük. Na és most mit tárolsz a csuporban? Most mézel, mondtam el én is, ahogy szerintem ő. Ilyen kajszilekvár van meg. Nagy után, mi? Jézus, na jó, ne legyünk morbid. Igen, de ennyi belefér. Ha már ezt valaki kirakja, de akkor nem ott vitted ott el. Rajta. Nem ott volt rajta szépen a címke, a nevével, hogy ki van benne, meg hogy mettől meddig élt, meg ezt minden. Nem hiszem el. Nem mondott komolyan, még föl is címkézte. Ja, hát, hogy de, tudja, akkor. Lehet, hogy már... Nem, sajnos az, hogy rajta van. Igen, így adják ki. Aha. Azt hittem, hogy ő még felcímkézte, hogy Barackleckvár, Málnarekvár, Lecsó, Nagyi, for ide a virágföld. Tudod? Te jó Isten. Jól van, hát köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hello, Krisztán. Hello. Én konkrétan fültenő voltam egyszer, amikor már ott ültek, már lefoglalták, már instandolták a izét, a rakást, és oda ment valaki, aki nem hozzájuk tartozott, hanem a broncshoz, mondták neki, hogy az 1005. Igen, és ott ő már eladja. Mi? Ő már árulja. Az 1005. Mi 1005? Az. És elkezdte árulni azt, ami pont annyi köze volt, mint jó. Annak az embernek, aki két perccel később ért oda. Ismerve téged ezt a történetet, azért tudod, mert ők ültek az egyik dombon, te a másikon. Hülye vagy, hogy adtam volna máért 1005-öt? Mondom, hogy nem az 1500. Az 3000, és ültél a kis világos kék melegítődbe a dombnak a tetején egyébként. Itt van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello, Pisti, ciao, hello! Hello, sziasztok! Na, te is voltál lomtalanításon, vagy veled mi történt? Hát az egyik haverom egy igen régi balbúzzal járkál. Igen. És eljött hozzám látogatóba, én meg időközben kidobáltam a kis szemetemet, amit el szerettem volna vitetni. Szépen megállt a szemét kupac mellett, és beszélgettünk 10 perccel később, kibámult az ablakon, és látták, hogy tolták volna fel a barkasztok a platóriára. Nem mondod, hogy vitték a barpút. Így van. Hát jó, az kinéz, ez a tényleg olyan rosdabogja, meg mit tudni. Tehát tényleg arra a sorsra szánták azt az autót, mert... Zseri.
és ilyen festőpallon próbálták föltolni. Csak nem nagyon sikerült. És leleményesek, nem? És igen, jönnek, igen. És megoldják, és viszik, és van eszközük, és mennek, és kiszúrják. Ha nem, már még a kulcs is benne van. Hagaskám, gyere már, toljuk már fel ezt gyorsan. És lerohant a haverod, hogy állj, azt ne vigyétek el, az az enyém? Igen, igen, mondta, hogy van még rajta a fél év műszak, ilyen, ne vigyétek már még el, gyertek is a fél év múlva. De nagy. Nagyon, nagyon kemény, nagyon kemény. Igen, hát ez az új törvény, ezt akarja elvileg megakadályozni, ugye, ez a hulladékgazdálkodási törvény, de kérdés, hogy ez mennyire hatásos, hogy nem vihetik el, tulajdonképpen kíváncsi lennék. Te egy szoktálom tanítani, vagy te kidobálsz dolgokat? Hát úgy nagyon ritkán, ugye kertes házban lakunk vidéken, és ott az, ami van személy, csak az. Tehát nem olyan sűrűn fordul ez előtt, csak akkor pont akkor. Akkor elvitték éppen a Warburgot. Jól van. Éppen nem sikerült, de próbálkoztak. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én köszönöm. Hello. Van még egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Sziasztok, Fecó. Hello. Szia. Te is lomizol? Hát persze, mindent, ami menthető, ugye már. De mi mész körbe, és te is viszed? Nem. De hogyha látok valami olyat, ami még használható az én számomra, akkor azt természetesen kimentem. Hát volt már pár konfliktusunk, de hát szép nagy darab állat vagyok, elrendeztük a dolgot. De mit lehet elvinni? Egyébként régi matracokat látsz, fadarabokat, festékes vödröket, nem? Az már kifosztott kupac. Az már kifosztott kupac? Festékes vödröt látsz, én viszont egy olyan festéket, amihez teszek egy kis hígítót, és még újra fel tudom használni. Jó meglátás, igen. Kérdés, milyen állapotban? Sokkal komolyabb dolgokat is lehet találni, tehát ami miatt konkrétan én bejelentkeztem hozzátok, az 32 deka arany volt. Mi? 32 deka aranyat találtál? Hol? Hát konkrétan egy ilyen ócska balós doboz volt, ilyen gombos doboz. Lepattogott a lak róla, nem is volt túl szép, hát annyi volt egy dobozka, ami nehézkes és zörög. Megnéztem, le volt zárva, nem bírtam kinyitni, félredobtam. Haverom felveszi, majd ő otthon kinyitja. Jól van, vidd haza, barátom, hát kit érdekel. A srác hív, este 10-kor, gyere át. Nem megyek. Ez így ment egy fél évig. Aztán összeverekedtetek. Igen, 3-4-10-en és mondjuk, gyere át. A város feleségében este 10-kor, hát nem voltam boldog, átmentem. Mondom, hogy hát, most nem akarom itt a rádióban mondani, hogy miket mondtam neki. És amikor elém tárta a dobozt, akkor leültem egy kicsit sírni-réni, hogy én ezt félredobtam. Hogy mondjam, hát kölykök voltunk, tehát nem a miénk lett a bevétel, hanem a szülők eladták ezt a mennyiséget, és vettek egy kocsit rajta. Uh-huh. Én kaptam belőle egy nyakláncot azért, emlékbe. De milyen amatőrök vagytok, oda tettek a szülőknek? Hát azt el kell tőle csencselni azonnal, gyorsan eladni, nem? 16 évesen még azért nem annyira. Az szép, és ezért ez valószínűleg megmaradt benned gyerekként, és azért jársz azóta is lomizni, hogy hát ha újra találsz egy ilyen kis kincses ládikát. Igen. Hát török kardot már találtam fönn a várban. Törött kardot? Igen. Kukába uh-huh. volt beleszúrva, és én esernyőnyélnek néztem, mert csak a nyele látszott ki, és nagyon szép volt. Kihúztam, és akkor úgy ledöbbentem egy cseppet. Ja, kardot, én kvadot értettem. Aha, ki a fene tesz ki egy törött kvadot? Egy törött kvadot. Ki a fene tesz ki lomtalanításra? És mit csináltál a karddal? Az fenn van a szobám falán. Amikor te nagy gyűjtő vagy azért, így lomizol is utána. Igen. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Ciao. Hello. Ismerősöm kirakta dobozban a felesleges ruhákat, már úgysem kell, egyik családtag belenézett, és mégis mi volt benne? 6 millió forint készpénzben. Azt így elfelejtett, hogy betették két pulóver közé 6 emmet, és akkor kirakod, vagy ez hogy te van? Nem láttad, Margit, azt a 6 gurigát? Tudod. Nem, mindegy. Hogy... Szőnyeget találtunk egy lomtanításkor, kitakarítottuk, 600 ezer forintért tudtuk eladni. Ilyen kincsek vannak ilyenek, tehát te megszoktad, hogy mondjuk a konyhában ott áll egy ilyen kredenc, vagy egy tálaló, mit tudom én, 20 éve, 25 éve, és mert apád lefestette valahogy, vagy kétszer átkente, és azt megundod, veszel valami újat, mit tudom én, a svédeknél, ezt meg kirakod az utcára. Oda megy egy szakértő, ránéz, és azt mondja, hogy basszus, leszedem róla a festéket szépen. Felújítom. Ráadásul stílusban is, tehát azért ezek az emberek sok esetben értenek is hozzá. Há, hogyne, nyilván. Tehát nem tűzifának viszi haza. Mutaro minden lomi alkalmával felhoz annyit cuccot, mint amennyit levitt, olyanokat hoz fel, hogy el se hiszem, legutóbb Origi 2 tisza cipőt hozott fel, eredeti retrót, és doboz állapotúak. Na. Aztán bontatlan kávé főzőgépet, ez csak a jéghegy csúcsa. Ilyenek vannak. Lomi, elindulsz? Elkezdek, igen. Hát egy pár tisza cipő.
Budapesten lakom, egy lakótelepen nem egyszer láttam, hogy lóval, lovaskocsin viszik a lovon. Meglepő látvány volt, írja nekünk egy hallgató. Lom is segített kipakolni a lomot a kocsi csomagtartójába, később vettem észre, hogy kivette a krokodil emelőt és az számostáskát is. Visszaszereztem, írja egy hallgató. Aztán... Harry, nálunk a lomisok elkezdtek válogatni, mondtam nekik, hogy mindent vagy semmit, erre lázadtak és pofoszkodás lett, még a kutyát is ki kellett engednem, vittek mindent. Ezt Zoli küldte nekünk. Haj, nagyon jó történetek vannak. Nemrég tudtam meg, hogy a bérelt lakásommal lévő összes radiátor különböző külföldi lomtalanításokról való. Azt pedig már korábban is elárulta a tulaj, hogy a ház oldalába beépített nagy vaskaput is úgy szedte össze Pécs mellől. Mi lehet még a kád? Egy kaput. Kérdezi valaki, igen. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Ez történt a Morning Show-ban. És az megvan, hogy felvörösök, proletár. Nem így volt. Csillagos katonák, nem tudom, nem hogy vagy. Arcunk a győzelmi zár. Várjál, az mindig meghallgató, és passzív módon is megtanulta. Tehát nem csak egyszer, nem úgy, hogy mert persze az énekkoráknak is tanulgatók ezeket azért bőszen, de a legtöbbet úgy tanultad meg, hogy annyit hallottad, hogy ez valami hihetetlen. Az összes iskolai ünnepségen is kellett. Az iskolai ünnepség az így kezdődött. Hát nem, himnusz, vagy a végén volt a himnusz, de igen. Közben biztos, hogy ilyet kellett énekelni. Azt kell, a kopuncsán ráadta a beagra, mert az az orra szerintem nem szólna rá, akkor... És miért szólt mindig így? Tehát, miért nem tudod soha jól szólni? Soha, nem? Sehol. Soha sehol nem szólt jól, a beakhangfal a haszon, pedig az szűrke. Jó volt. Pedig az Unitra azért csinált jó cuccokat is. Csak hát ezek tudod. És az soha. Csak és az igazgató bevásárlásnál. Is ilyen volt. Gyémántő az anya! Jó volt az a feed is! Ez mert a stúdiós mondta, hogy nehogy már, hogy már investáljunk. De a, bocsánat, de a hang is így szólt, tehát az. A beszédhang is, ott nem volt gyémántű, ott volt beag mikrofon, beag hangfal, beag erősítő. És megszólalt egy ilyen katonakórus. De mondom, minden ugyanúgy szólt. Irgalmatlan baritonokkal. Ez ismerős, ugye? Uh-huh. Persze, ez az alázenénk ismerős áll. Az úttörő folyvirág arcára kise fogyanóta. Ha tábor tűz valahol, sok kis pajtás így dalol, fújja estik a reggel óta. Évek szállanak a nyári fák alatt, oly vidám az élet. Boldog dallam, ha így önti dallam, a csula jó, gyönyörű az élet. Ja, ez már ez egy másik úttörőnek lenni jó. Bizony. Ez volt kitörőhetetlenül a... megmaradt. Gyűlölöd, de már de kitörőhetetlenül megmaradt az összes. Jó, de jó! Zenek az ének, szép az élet. Haj, úttörőnek kedve mindig jó. Te az összeset tudod? Persze. Én lógnapon voltam. Én a énekkaros. Doboltál, hogy énekeltél. Haj, száll az ének, ének szó. Mert harmadmas a hullahó, sejhaj, száz torokból száll az ének szó. Madonna, maradj le! Az öveden. Az előre. Volt, előre. Előre. Az volt, hogy előre. Összecsattintós ez az átbújtatós öved volt? Az a klasszik. Én azt imádtam. Összecsattintós, persze, átbújtatós, és most nem értetted, hogy hogy fordítod úgy, begombolni, vagy összecsattintni, még értettem, amikor a kigombolás, vagy a széthúzásnál volt baj. Belének bele, hogy kell szétszedjem őket? Hogy tudom úgy forgatni, hogy szétszedjem azt a rohadmányos úttörővet? És az a legjobb, amikor így végignéztél a kis osztálytársaidon, vagy az ősben a társaidon, valaki fordítva volt az öv, tudod, lefelé nézett a zászló, csomorra volt kötve a csomóra volt kötve a nyakkendője, tudod, én kibogozhatatlanul, érted? Sipzsinór hátrafelé lógott le, tudod, felemázzokni, lakszandál, fekete lakszandál, az volt a legdurvább, fekete lakszandál, és a többi. Júj, na! Tudod, elfeküdt na. Hajak, tudod. És mentél. És kékszínű nyakkendőről, tudod, piros színű, persze. Az utum, a jelfáfó. Várj, ez nem mostani? Ez kell?
kellett. Ezt is kellett. Nagyon régen, de kellett énekeltetek. Ezt még bőven énekeltétek. Mi ezt, nagyon. Ezt hát erre vonultunk. A május 1-i felvonulásban az egyik kötelező darab volt. Bizonyán. Nagy munka vár ma reátok. Emlékeztek erre? Hát ez szenzációs volt. Ezek most már nem bűn, nem régi tiltott jelképeket éneklünk. Ez. Hát. Ezek figyelj, ez a fiatalságunk. A hát múltunk. Ezek a jaj, várj. A vörös csepelt. Zúgjon a hangod. Atya úristen. Vörös csepel, hát nem mondd, hogy... Jaj, várj, ezek ezt már hallottuk. Igen. Szóval nagyon sok van egyébként. Hát nekem a Zambúri Partizánok dala volt az, ami mindent vitt. Azt mind a mai napig. Meg is hallgatja ezt minket. Aha. Oh. Ez kicsit átdolgozás, nem? Ja, ez volt az? Ez a Zambúri. ez volt az? Nem, meghallgatnád még így nosztalgikus jelleggel? Persze, meg hát a bunkocska. Az mind a mai, amik beugrik, amikor nézem az Eden Hotel. Ez ilyen halkan indul. Aha, de majd kibontak azok. Jönnek a távolban. Persze. Ezt énekórán kellett énekelni. Énekórán. Ezt énekeltétek énekórán kellett? Nátok volt énekórán? Volt hát. Kinn a mezőn? Aha, igen. És így erősödik a végén. És az meg a végén, amikor már így ezer torokból szól, hogy vörös zászlót lengeti a szél a csaták bíbor hajnalán. És hogy választották ki, hogy kidoboljon? Na, akinek volt valami zenei hallás, az annak a nyakába akasztották a dobot. Aki nagy volt és elbírta. Aki nagy volt és elbírta, az megkapta a dobot. Mondjuk ez egy pergő volt, azért nem volt annyira nehéz. Kicsik voltunk még. Én mindig marhára ügyeltem, nekem semmi ütemérzékem nem volt. Valami még próbát is tettek a nyakamba, akasztottak, és ezt mondtam, hogy igen, ezt próbáld meg. Hajnalá! Júj, de nagy. És az Amúri Partizán... Ja, az. Mi volt a... Ez az Amúri. Mi volt a hajóvonták találkozása? Tilos, az a, tudod, húzták a izőt. Ez a hajóvontató. Igen. Hajóvontató dala. Igen, de az egy régebbi sztori. Az régebbi. Az sokkal régebbi. Hát micsoda kórus. Itt már törölgett a homlokát színekkel a jó. A tribünőn arról tényedben. És úgy vonult annyi az énekkar. Annyi ezzel hallottam. Emlékszel, úgy vonult az énekkar május 1-én, hogy rendesen a vigyázállást nyomták, vagy ezt az egyenjárást, és mindenki balra a tribün felé. És én arra emlékszem, hogy álltam, és nem értettem, hogy miért nem lehet már elindulni. Hogy miért nem mehetünk már? Mert előbb még a Vörös Október ruhagyár elfonult. És először még ugye volt, hogy valahova beálltál, tehát órákat kellett sorbálni, mire el tudtál egyáltalán indulni. És ott álltunk gyerekként, és igen, de gyerekként egyébként nagy élmény volt. Az. Gyerekként nagy élmény. Valahogy akkor így nem idegeskedted szét magad, hogy nem érsz oda meg, hogy mennyien vannak meg, az egészet így tökre élvezted. Mit halagatnák, mondok még meg, tessék, mondjatok valamint. Bunkócska! Énekelted énekorán? Persze. Nagyapánkról edal, unokákra marad, ez a szerszá. Fú, hogy azért érzi, hogy tudja, hogy beégett. Azért eminensek voltatok. Ja, csinom, palkot, én csinom, tudom, a második szólamát is. Énekeljük el két szólamban. Érted, mit? A bunkocskát. Ne, várj, inkább elindítom. Sose hal... Nem már, ez mi? Puszti dobaj. És pénzünk sincserék! Nem, ez már Boros Lajos. Ez mi csinál? Tényleg. Sose mindig adhatunk, ha vár ez illenék. De új világot alkotunk mi, így amorra még ez a legszebb mesterség. Miért pártit? Zseniális a dal. Mert azt mondta, hogy te építsd az új világot, akkor is, ha már éhen döglöttél, érted? Az nem érdekes, hogy kaja legyen. Figyelj, építsed az új világot. Figyelj, ez mindent tud.
Mesterség! Jó ideje. A munkafattya. Ezért lecsuktam volna. A munkafattya. Ez mi? Nem tudom, de az ezért, honnan ismered? Mi az, hogy mi, honnan is? Ezt mindenki ismeri. És aztán bekanyarod, gondolom, hogy mi lehetett. Ez mondom, arról szól, ez a szolid 60-as, 70-es évek, amikor nem volt kaja, érted, azt mondták, hogy építsed az új világot, az nem érdekes. Ez milyen nyelven volt? Ez a hogy évek, az a bukocska volt, de... Igen. Simán József. Siheder nyikorom. Évekig próbáltam megfejteni, hogy mi az a nyikoromban. Most komolyan. Nyikoromban? Hogy hát siheder nyikoromban. Hát a sihedert értettem, a nyikoromban nem. Mondom, basszus, nem tudnak egy nyelvű dalt írni? Mi az, hogy nyikoromban? De miért kellett ezt, értem nyilván, hogy miért, hogy nekünk ezt még énekorán, tehát én ebből feleltem. Bizony. Tehát, igen. Felállsz. Hallom, szép kerekjegy lett belőle. Max 2-es. Micsoda, mindenki ötöse énekel. Te elefog, írcses, görcsös ága, te drága. Így van. Segíts! Tudod, a keserves életen érkezés, és mindenki dagadt volt az énekkel. Tudod, ilyen triplatokkal. Hát igen, szóval, hát. Hogy ezeket kell, de azért mutatjuk, mert ezt már egy generáció nem ismeri, egyáltalán nem biztos, hogy baj. De hogy, sőt, ugye abszolút, de hogy nyilván gyerekként azért ezeket a dolgokat megélni teljesen máshogy fogtad föl, sőt, mint sokszor egyébként valahogy még így... Meg egy ilyen közösségépítő. Közösségépítés jellege, vagy építő jellege, az akadályversenyek, a cserkésztáborok. Én azokat imádtam, és tökre hiányolom most. Amik nincsenek szerintem már. Dehogy nem, ott van a Fighters Run. Jó, csak az hál' Istennek nem kell igen. Hallgatni ilyeneket. És, de Feri, te sírhatsz, te voltál kis titkál is. Így van, nem volt, az nem volt, kisztak se. De oda, akkor már nem engedtek be, mert... Tudod, ja. Útörőnél még igen. És azért kéthetes nyári tábor volt, gyerekek, mindenkinek. Lehetett menni. Sose voltam két hétig. Mi két nem. Hétig mentünk? Két hétig mentél? De akartál volna, csak hazudtál. Hát én most azért örülök nagyon Salgó Tarjánnak, mert mi oda jártunk úttörő táborba. Bizony Salgó Tarján mellé. Ott volt az úttörő táborod? Bizony. Igen? Bizonyám, nagy katonai sátrakban laktunk, aztán később ez a 8 személyes ilyen két hálófülkés, rendes vaságy volt, rendes, ahogy hívják, a matraccal, tábortűz, kapuőrzés éjszaka, minden. Én imádtam. Nem az úttörőt magát, meg nem ezt a rendszert, hanem az, hogy tényleg mehettünk, két hetes tábor volt. Miért nagyon. Kellett őrizni a kapukat? Hát, hogy benne jöjjön az ellenség. Színes fényűjtő. Benne jöjjön az ellenség. Az Internacionálé hogy került oda? Azt nem értem. Ugyan tudom, hogy munkásmozgalmi dal, uh-huh. De hát azért az mégiscsak nyugatról jött, nem? Hát... Még arra emlékeztek? Azt is kellett tudnod. Hát engedsz is nyugatról jött, hogyha az égtájakat nézzük. Hát mondjuk igaz. Igen. Azt nem tudom, hogy ez hogy került oda, de tudom, hogy ezekben a táborokban mindig volt zászlófelvonul, a zászló leengedés. Igen. Van. Igen. És egy csomóan elvesztették a szüzességük. Na jó van. Oké, hát erről beszéltünk, elkezdünk nosztalgiázni, de nem ez lesz majd a témánk. 8 óra után jön a mi Gáborunk, úgyhogy küldhetitek most már szépen lassan a kérdéseket. Jó? Ide közben a hallgatók, igen, hogy gyerekek, május 1-e lesz, nem április 4-e vagy november 7-e. Igen, május 1-e. Innen indultunk, a dalokból indultunk egyébként. Persze. A régi dalokból, és aztán így jutottunk is ezekhez a dalokhoz. Egyébként Vöröscseppel volt már, kérdezi valaki. Úristen, nem tudok dolgozni, folyamatosan éneklem ezeket a dalokat. Beatrice-től lehetne lejátszani szintén, mert aha. Ők is énekeltek. Így van, gyerekkorunk legszebb igen. Dalai az albumnak a címe. És nagyon jó. Igen. És ilyen dalokat énekelnek. Ilyen dalokat is énekelnek. A mi korosztályunkból mindenki azt írja, hogy énekli. Hogy mennek a kocsiban, és szól a dal, és énekli. Automatikusan beugrik. Ferivel voltam Zánkán úttörő vezető képző táborban. Már ott is ennyire... Hoppácska! Már ott is ennyire kezdve az a érdekes, mert én egyszer voltam a Békés Csabai Ifjúság és úttörő zenekarral Zánkán egy hétig, és úttörő képzőben nem voltam.
Úttörő vezetőképzőt. Nem voltál, persze, mentél már ilyen vezetőképzőre, ott is már izé, mentél előre. Még egyszer mondom, nekünk az Ánka az elérhetetlen volt a Balaton. Ott is ennyire kente a nótákat. Mondom még egyszer, hogy voltam Zánkán egy hétig a Békés Csabai Ifjúsági és Úttörő zenekarral. Mi zenekari táborban voltunk. Zenekari táborban lehet, hogy te kis szitkárnak képezted már akkor magad. Zenekari táborban volt, és átszöktél a vezetőképző táborba egy kicsit. Hát, másik dolog. Egy kicsit éjszaka átmentél. Pihenő van hát a zenekarnak 3 óra, én már succentam is át. Feri érdekében rekesszük be ezt a témát, mert az is kiderül a végén, hogy 3x3-os van. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal,